jövő év első felére készülhet el a szekszárdi úszoda, erről beszélt az ország leghallgatottabb rádió csatornáján a Rádió 1-en a város polgármestere. Ács Rezső múlt héten személyesen kereste fel az építkezés helyszínét, néhány nappal azután, hogy a közgyűlés elé vitte azt az előterjesztést, ami alapján az önkormányzat december végéig meghosszabbítja a szerződést a kivitelezővel, és ami alapján a város továbbra sem mondott le az esetleges kötbérigényéről a munka befejezésének csúszása miatt. Most már azért látszanak a kővonalak, tehát én azt gondolom, hogy a sporttelepen nem maradjon ott a torzó, annak a lehetőségeit meg tudtuk közösen az ellenzék és a kormánypárt teremteni, és azt gondolom, hogy minden hasonló kérdésben ilyen összefogásnak kéne megvalósulni, ami ebben a kérdésben megvalósult. Ács Rezső arról is beszélt, hogy a helyi távhőszolgáltató Kft. Javaslatára lakóingatlanok épülhetnek a város hőközpontjainak tetejére, így 15-16 új építésű lakást tudna kialakítani az önkormányzati cég, főleg fiatal családok számára. Ezek ilyen 140-170 négyzetméter közötti területek, és 5 ilyen van a városban. Most, hogy miniszterelnök úr bejelentette, hogy 2022. december 31-ig az áfa 5%-ra mérséklődik ismét a befejezett beruházásoknál, ez a két évnek elegendő lehet arra, hogy ezeken a helyszíneken a lakásokat megépítsük, ilyen 2-3, tehát 15-16 lakás lehet, jöhet létre a városban. Ahhoz, hogy a lakások megépülhessenek, a közgyűlésnek is jóvá kell hagynia a kezdeményezést. Erre akár már októberben is sor kerülhet, ha az éjjel Szekszárd által alkotott többség nem gördít akadályt a tervezett fejlesztés elé. Ács Rezső legközelebb október 16-án lesz hallható a Rádió 1 műsorában.